és hasonlókat követ. A Karol Vojtila Barátság Központ szervezésében Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulójára emlékeztek hétfőn délelőtt a Vadovice utcánál, majd utána a Vojtila Barátság Központ előtt felállított szobornál. A városvezetés nevében Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. 1920. május 18-ára, ez akkor egy keddi nap volt, ma már kiemelt dátumként tekintetünk vissza, hiszen éppen 100 évvel ezelőtt ezen a napon született a lengyelországi Vadovice községben Karol Vojtila, akit 1978-ban II. János Pál pápa néven ismert meg a világ. Az eseményen dr. Finta József érseki helynök a nagy templom plébánosa elmondta, hogy a pápára jellemző volt a nagy határozottság és lelki erő, ami összefonódott a türelemmel és a szeretettel. Ez tette lehetővé a pápa hitelességét. Balenyi Károly, Ferenczi díjas alkotóművész beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy nem csak a mindennapi életre, de a művészetre is nagy hatással volt Szent II. János Pál pápa munkássága. Farkas P. József, a Vojtila Központ alapító igazgatója, a Barátság Központ születésének körülményeiről beszélt a megemlékezésen. Kecskemét, testvérvárosa Vadovicének, a pápa szülővárosának, így az ünnepé még nagyobb jelentőséggel bírt. A megemlékezésen fellépett a Kodály Zoltán Énekzenei Iskola, Aurin Leánykara, Durányik László karmester vezényletével, illetve a közönség hallhatta Beke Márk Harsona művész játékát is. Az ifjú művész a pápa születésnapi ünnepségére ünnepi fanfárt írt, melyet ezen a rendezvényen Kunna Lajos zenetanárral adták elő. Az ünnepé zárásaként pedig megkoszorúzták Karol Vojtila, vagyis Szent II. János Pál pápa szobrát.